Az Országos Vérellátó Szolgálat az elmúlt hetekben, hónapokban többször is tájékoztatást adott ki az országban tapasztalható vérkészlet hiánya miatt. Csütörtökön civil összefogás keretében Nyíregyházán a megyeháza egyik termében tartottak véradó napot. Az eseményhez bárki csatlakozhatott. A civil közösségi szolgáltató központ vezetője Kis András is így tett, aki véradás közben beszélt a tevékenység fontosságáról. Szerintem mindenkinek a családjában van olyan történet, vagy ismerősi köreiben van olyan történet, ami miatt ismer olyan embert, aki na véradás segített. Nekem is van ilyen személyes történetem. Én emiatt a személyes történet miatt is jövök mindig, ha tehetem vért adni. Sajnos nem mindig járok olyan gyakran, mint amennyire lehetne, de azért évente egyszer legalább, de most hála Istennek, mióta ez a pandémiás időszak van, harmadjára tudok jönni vért adni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, aki szintén aktív véradónak számít, hangsúlyozta, hogy a véradás nagyon fontos társadalmi felelősségvállalás, ami fokozott jelentőséggel bír a járványhelyzetben. Ilyen kicsi beavatkozással nem tudunk más módon segíteni, ilyen nagyot a szükség van a vérünkre, a honfitársainknak. Különösképpen most ez a Covid járvány idején fontos, és nem is csak az egyszerű véradás, amint most sokan átesnek, hanem az, hogy akik már átestek a fertőzésen, azok adjanak vért, és ezzel a vérplazmával, az ott levett vérplazmával konkrétan emberéleteket tudnak menteni. Tehát én most különösképpen azokat biztatnám, akik már átestek a Covid fertőzésen, mert ők aztán hatványozottan tudnak segíteni. A koronavírus elleni küzdelemben különös jelentőséggel bír a vér- és vérplazma adás. Az OVS tájékoztatása szerint eddig közel 2500 olyan személy adott vérplazmát, aki már túl van a betegségen. Bár az elmúlt egy év során az előre tervezhető műtétek többsége elmaradt, vérkészítményekre hatalmas szükség van az ellátásokhoz. A civil közösségi szolgáltató központ a tervek szerint még egy ilyen véradó napot szervez ebben az évben.